Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kárejte vagyok, Képi faluból, és szeretettel szeretnék egy-két gondolatot adni a testvéreknek. A mai evangélium, és a mai Szentleckének a gondolatát. Először is felolvastam akkor talán a Szentleckét, Ózsaiás prófét a 14. fejezetéből, a 2-től 10-ig terjedő részt. Szamaria végveszélye idején így hirdette az igét Ózsaiás. Térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el. Bűnbánó szavakkal térjetek vissza az Úrhoz. Mondjátok neki, védjen minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé, nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk, mert az ára csak nála talál irgalmat. Az Úr pedig ezt az ígéretet tette. Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmad. Virul majd, mint a lilium, gyökere teresz, mint a nyárfa, hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Miköze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldelő jegenyefenyő, tőlem származik gyümölcsöd. Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be ezt mind. Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk. Az evangélium pedig Márk könyvéből, Szent Márk könyvéből, a 12. fejezet, 28-34. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolta, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írás tudó erre azt válaszolta. Valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből szeretni. Embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Amikor végig olvastam ezt a két textust, két szöveg, szentírási szövegrészt, Ószövetségből, Új Szövetségből, kerestem azt, hogy mi érinteni meg a szívemet. Én azt hiszem, ezt mindenki így teheti meg, hogy amikor elolvas egy részt, figyeli, hogy hol érinti őt meg. Az első részben nekem az Ózsaiásnál ez a mondat ragadta meg a figyelmemet, hogy ne mondjunk ezután kezünk alkotásának, te vagy a mi Istenünk, mert az árva csak nálad talál irgalmat. Ez egy érdekes mondat. Ma, most, amikor van ez a influenza, koronainfluenza, és az ezzel együtt járó intézkedések, én is ugye, amikor így orvosok közelében vagyok, és itt a betegek között járok, akkor is észreveszem azt, hogy az emberek sokszor, nem minden esetben, de nagyon sokszor többnyire, úgy néznek az orvosokra, mint egy istenre. Tehát gyakorlatilag a hitből kilazult tömegek, mert most ugye a tömegek kilazultak ugye a hitnek a gondolat és érzés világából, nem marad nekik más kapaszkodójuk, csak a tudomány. Úgyhogy az emberi tudomány, ez segít rajtunk. Az emberi tudomány, ez fog minket megmenteni is. És akkor mindenki okos, mindenki nagyon érti a dolgokat, de mindenki olyan bizonytalan, mint maguk az orvosok is. Nagy prognózisban bizonytalanok. A részletekben sok mindenhez ért. Na de ez micsoda? Ez nem más, mint ez a mi emberi alkotásunk, ez, amiben bízunk.
ne mondjuk azt a kezünk alkotásának, vagy agyunk alkotásának, hogy ez a tudomány, ez aztán a nagy tudomány. Hallottam egy pár ilyen paraszváci nénitől, nagy ám a tudomány, fővárosul, nagy ám a tudomány, igen, nagy. Hát, gondoltam magamban, igen, nagy, de Isten még nagyobb. És túljár a bölcsek eszén is. Igen, a nagyon okosaknak meg még inkább túljár az eszén, mert nagyon beképzelik magukat akkor, nagyon okosnak tartják magukat. Mintha ez volna a csúcs. És az emberek úgy néznek föl az emberi tudományra, mint a csúcsra, a magas hegyek csúcsára. Ez igen, onnan jön a mi segítségünk. Onnan, és minden bizalmukat ebbe vetik bele. Doktor úr, van még remény, lehet még valami bízni. És így, mert nincs másban, nincs bizalmuk másban. Mert ez az az egyik gondolat a Szentleszkéből, amikor, és azt mondja ugye az ige, hogy mi nekünk nem szabad mindenestől, tehát ezzel a rettegő, félelmetes, remegő bizakodással bízni emberekben. Aki emberben bízik, csalatkozik. Nem szabad így bele lihegni, bele remegni szinte, mert ez a bizalom az tulajdonképpen a szeretetnek egy része. Szeresd Urad az Istenedet, és teljes szívedből, és ezt már az evangéli mondja, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Szeresd Isten. Tehát, és hogy szeretni Isten, azt jelenti, hogy teljes bizalommal légy Isten iránt. Tehát teljes, és ha teljes a bizalmam Isten iránt, akkor nem lehet ugyanúgy teljes bizalmam az emberi alkotás, vagy tudomány, vagy az elért technológiai sikerektől megrészegült nagy-nagy odaadottsággal, hogy remegek és belekapaszkodok abba, amit a nagy tudományunk elért. Tehát kettő között választani kell. És a választás nem azt, most én ugye először én egy kis tévedésből is belementem, mert arra gondoltam, hogy el kell vetni az emberi dolgokat, az ember nem számít semmit, és mindenestől csak Isten számít. És akkor azért jobb megnéztem a dolgot, itt az evangélium egy kicsit helyre tesz, mert azt mondja az evangélium, szeresd, azt mondja Jézus szava, szeresd Uradat Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Itt van az elme. Hát az elme az a tudomány. Ugye? Tehát az ember igenis a tudomány becsülje meg, mert a tudomány az az Isten által teremtett világ kutatásának az eredménye, amit évezredeken át az ember fölhalmozott ismereteket. És ez az ismeret anyag, ez nem az emberi géniusznak a fantasztikuma, hanem elsősorban a bölcs Isten, aki elhelyezte mindezt a teremtett világban. És így az ember évezredek során, mint ahogy olvasunk egy regényt, lapról lapra göngyölíti az ismereteit. Lavinaszerűen, tehát mindig több és több ismerethez jut. Tehát az ismereteket is becsüljük meg, mert Istentől valók. És mivel Istentől valók, elménkkel is szeretni kell Istent. És az orvos az félig-meddig imádkozik, amikor kutatja, keresi a megoldást. A tudomány, az igazi tudomány az egy kis imádság is. Tehát itt van a kettő, csak egyre kell ügyelni, hogy imádni csak Isten szabad, és ezzel talán be is fejezem, hogy imádni csak Isten szabad, az teljes hangsúlya Istenben szabad csak, Istentől szabad csak várni a segítséget. A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Ez a püspöki áldásnak is a bevezetője. Tehát mindenképpen Isten kell, hogy a fő hangsúlyt tegyük. És hogyha a hangsúly eltolódás történik, akkor emberekben bízunk, bálványok, amelyek csillognak, villognak, vonzóak, megejtőek, és elszédítőek, láthatóak, foghatóak, tehát az ember tapad hozzájuk. És azt hiszi, hogy ez minden és más nincs, és itt van tehát az istentelenségnek a gyökere, hogy
Nem látom, nincs. Pedig a láthatatlanokra fordítsuk figyelmünket, ne a láthatókra, mert a látható elmúlik, a láthatatlan azonban örökre megmarad. Tehát a bizakodásnak az erényét próbáltam így végig gondolni, nem tudom, hogy tudtátok-e követni az én kis gondolatmenetemet, de minden esetre a bizalomnak a kegyelmét kell kérni Istentől. Mert az is Istentől van, hogy én tudok, képes vagyok bízni abban, akit nem látok, akiről csak úgy hallottam, hogy van. Így tanították, így mondták, és én hittel elfogadtam. És én, mivel ezt hittel elfogadtam, észre is veszem azt, hogy hoppá, ez bejön. Ez működik, ez a bizalom. Amikor háború volt, és amikor az óvóhelyen voltunk, Budán voltam, Zsigmond téren, nem tudom, hányas számú ház alatt, 8 éves gyerek voltam, édesapám, édesanyám, öcsém, mert ott a láncolt bombák zuhogtak, süvítettek, lett a rettentő detonáció, akkor remektek ott a házak, majdnem összedőltek, ugye hatalmas erővel csapódtak be, egész lemente, átszakítottak 4-5-6 emeletes házat is, egészen a pincéig. Hát miután megtanultunk imádkozni. És talán azért is vannak a nehézségek, hogy az ember jobban Isten felé forduljon. Hogy el ne lustuljunk a bizalomban. Ezek a kényszerítő körülmények Isten szeretetének jelei. Fiam, ne feledkezz meg én rólam. Ne feledkezz el. Mert egy úgy vettem észre, egy kicsit elfeledkeztél. És akkor énekeltük, érdekes módon egy református éneket oldott el az édesanyám, pedig mind egy katolikus család voltunk, de nagyon kedves kis ének, és én ezt így meg is jegyeztem, ezt a kis éneket, és olyan nagyon szép volt, hogy is volt ez, várjunk csak, hát valahogy a bizalomról szólt, azt tudom. Bal sors körülő tomboló viharja, lelked nyugalmát soha ne zavarja. Isten karja gyámolít mindenkit, bízva bízzál benne, ő megsegít, bízva bízzál benne, ő megsegít. Ne bánt, ha tőled mindenki elfordul, annyival hívebb lészen hozzád az Úr. Ő örökké hű, nem hagy el senkit, bízva bízzál, benne ő megsegít. Bízva bízzál, benne ő megsegít. Hát ezt kérem mindegyik számára, ezt a nagy-nagy bizalmat, az Istenbe vetett mélységes hitet és ragaszkodást. Amen.